Sziasztok, én Gábor vagyok, ez pedig itt a Weekly Fix, melyben szó lesz arról, hogy az Xbox fejese elismerte, hogy vesztettek a konzolháborúban, hogy rebootolják a függő játszmát, és hogy Kevin Costner távozik a Yellowstone-ból, és ezzel együtt a sorozat is véget ér. Adjunk is neki! Ebben a hónapban lesz 30 éves Sylvester Stallone akciófilmes klasszikusa, a Függő játszma, szóval nem is érkezhetett volna jobbkor a hír, hogy új változat készül a filmből, melybe Sly is bekukkant majd. Az eredeti filmben a színész Gabe Walkert, a hegyi mentőt alakítja, akit egy bűnbanda arra kényszerít, hogy segítsen nekik megkeresni a hegyekben szétszorodott pénzes bőröndöket. Az új változatban Sly ismét magára ölti Gabe szerepét, ám ő ezúttal csak egy olyan kiemelt mellékkarakter lesz, mint a Creed 1-2-ben Rocky. A főszereplőt még keresik a filmhez, de az már biztos, hogy a rendezést a támadás a Fehérház ellen. 3, a Greenland és a még bemutatás előtt álló Kandahar direktora Rick Roman Vogue vállalta magára. Mint láthattátok, az előbb említett három filmben pedig az a közös, hogy mindegyikben Gerard Butler játssza a főszerepet, szóval nem lennék meglepve azon, ha ehhez a filmhez is megkörnyékeznék őt. A rendező amúgy nagy rajongója az eredeti produkciónak, és alig várja, hogy bevesse magát az olasz Alpokba, hogy megrendezhesse az új verziót, amiben azért remélhetőleg nem újabb pénzes bőröndöket kell hajkurászni, hisz fura lenne, ha Gabe Walker életében a történelem megismételné önmagát. A héten debütált a Redfall, amit az Xbox brand egyik nagy meglepetésének szántak, ám a játék hatalmas csalódás lett. Ennek kapcsán a divízió vezetője, Phil Spencer meglepően őszinte interjút adott a konzolpiac helyzetéről. A szakember a Kinda Funny Games vendége volt, ahol első körben bocsánatot kért a Redfall megjelenése miatt. Szerinte semmi sem nehezebb annál, mint amikor csalódást okoznak az Xbox közösségének, és ő is hasonlóképpen érez, de ennek ellenére megígérte, hogy folytatódni fog a munka a Redfallon. Ezután belemenősen beszélt az Xbox konzolpiacon elfoglalt helyzetéről is. Tudom, hogy ezzel rengeteg embernek csalódást okozok, de az igazság az, hogyha bronzérmesek vagyunk a konzolpiacon, az első két helyzet pedig olyan erős, amilyen, akkor bizonyos esetekben szép csendben olyan megállapodásokra kell fókuszálni, és olyan döntéseket meghozni, amelyek miatt nehéz dolog az Xbox fedélzetén állni. És ez csak is a mi sarunk, nem másé, magyarázta a szakember. Szerinte a legrosszabb konzol generációt bukták el, mert a legtöbb ember az Xbox One és a PS4 időszakában építette ki a digitális játékkönyvteret, amivel mára behozhatatlan hátrányba kerültek. Nincs rá esélyük, hogy megszorongassák a Sony-t és a Nintendo-t a gépeladások terén. Látok olyan kommenteket, melyek szerint ha nagyszerű játékokat adunk ki, akkor majd minden megváltozik. Ez egyszerűen nem igaz, mondta Spencer, aki szerint akár 11/10-es játék is lehet az év végén érkező Starfield, a felhasználók akkor sem fogják eladni a PS5-jeiket, hogy Xbox-ra váltsanak. A vezető szerint bár a konzol továbbra is központi eleme az Xbox brandnek, az ő ütőkártyájuk mára a Game Pass és a felhős játék lett. Most pedig jön néhány villámhír, no megnézzünk be az IGN Shopba is. Ugyan a pandémia miatt a Mortal Kombat nem ment olyan nagyot a moziban, streamen már igen jól teljesített, ezért elkészült a folytatása, amiben az első film végén megpedzett Johnny Cage is feltűnik majd, méghozzá a legújabb pletykák szerint a The Boys sztárja, Carl Urban megformálásában. Még meg sem jelent, de Szaúd-Arábiában már is betiltották a Final Fantasy 16-ot. Hogy pontosan miért, azt nem árult el az ország médiafelügyeleti hatósága. Találgatások szerint egy meleg karakter miatt született meg a döntés, de ez egyáltalán nem biztos, ugyanis Szaúd-Arábiában a betiltások oka az erőszaktól kezdve a drogfogyasztáson át, a szexuális tartalmakig bármi lehet, a Final Fantasy 16 pedig az RPG sorozat első olyan epizódja, ami felnőtt besorolást kapott. A vaják harmadik évadának első előzetesét alaposan ellepték a diszlájkok, és ez leginkább annak szól, hogy a harmadik etap után Henry Cavill kilép a szériából, hogy Liam Hemsworthnek adja át a stafétabotot. A 40 éves Cavillnek állítólag meggyűlt a baja a sorozat minőségével, és ezért dobbantott, a rajongók pedig ezt értelemszerűen nem fogadták kitörő lelkesedéssel. Friss funkcióval bővült az Xbox Game Pass, ami lehetővé teszi az Ultimate és a PC Game Pass előfizetők számára, hogy teljesen díjmentesen hívják meg legfeljebb 5 ismerősüket az előfizetésbe. A bevont pajtások 14 napig használhatják a PC Game Pass szolgáltatást, ugyanakkor van egy fontos feltétele a dolognak. A meghívottak csak akkor élhetnek a lehetőséggel, ha korábban nem volt előfizetésük. Megérkezett az első előzetes a Dune második részhez, melyben nem csupán Timothée Chalamet Paul Atreides-ét láthatjuk, ahogy meglovagol egy homokférget, de feltűnik benne a Florence Pugh által megformált Irulan hercegnő is, mi több a leborotvált feje és szemöldöke miatt alig felismerhető Austin Butler is, aki Feyre-ta Harkonnent, egy igazi szociopatát játszik majd a november elején érkező filmben. Ed Boon, a Mortal Kombat széria atya, egy a bunyós sorozat 30. évfordulójára készült köszönetnyilvánító videóban megmutatta a készülő 12. felvonás első kezdcsináló pillanatait. Ebben szuper közelében láthatunk egy felrobbanó homokszemcsét, a rajongók szerint ez pedig az idő homokjának egy részecskéje, ami vagy a Mortal Kombat 11 fő ellenségének, Kronikának a visszatérését, vagy az idővonal újabb lenullázását jelentheti. Hogy mi az igazság, az hamarosan kiderül, mert már nem lehet messze a játék hivatalos leleplezése. Az IGN Shopra pedig feltétlenül nézzetek fel, ugyanis számos újdonságot találhattok most, nem csak vagány pólók, hanem Star Wars-os és Jurassic Park-os termékek frontján is.
Már korábban is hallani lehetett arról, hogy Kevin Costner távozni készül a hihetetlenül népszerű Yellowstone-ból, és úgy tűnik a szóbeszéd nem volt alaptalan. Újabb értesülések szerint a legendás színész az 5. évad után ott hagyja a sorozatot. Ezzel pedig a széria is befejeződik. Egyébként is bajban volt már, ugyanis még az 5. szezon első fele már fel is került a Paramount Plus-ra, illetve nálunk a Sky Showtime-ra, addig a második felének a munkálatai már 3 hónapja leálltak, mikor állítólag kiderült, hogy Costner a megbeszélt 50 forgatási nap helyett csak 10-et akar bevállalni. Ezt a pletykát ugyan még cáfolta a színész szóvivője, de az Entertainment Tonight most megerősítette, hogy Costner bizony kilép a sorozatból. A Paramount pedig azt jelentette be hivatalosan, hogy az 5. évaddal véget ér a sorozat. A 2. etap epizódjai novemberben debütálnak majd. Szerencsére a Yellowstone világa ezzel nem zárul le, sőt a stúdió már el is kezdett dolgozni az egyelőre cím nélküli folytatás szérián, amely a tervek szerint már idén decemberben bemutatkozik a Paramount Plus-on. Ebben a sorozatban tűnhet majd fel Matthew McConaughey, akinek a közreműködéséről már korábban is szólt a fáma. Szóval a Yellowstone igazából nem ér véget, csak alaposan átalakul. Nemrégiben kiderült, hogy a Sony 200 millió dollárból hozta össze a God of War Ragnarököt, ám úgy tűnik, hogy ez az összeg csupán apró pénz volt ahhoz képest, amit pár stúdió a készülő AAA kategóriás címeire költ. Az Activision Blizzard felvásárlása miatt nyilvánosságra kerülő dokumentumok igazi információs aranybányának bizonyulnak, mert arról például nagyon ritkán beszélnek a kiadók, hogy mennyibe kerül egy-egy játék elkészítése. Most viszont a brit hatóság a CMA jelentéséből kiderült pár hajmeresztő adat. A hatóság tudomása szerint bizonyos AAA-s címek, melyek már zöld utat kaptak, és 2024-ben vagy 2025-ben jelenhetnek meg, legalább 200 millió dollárba kerülnek. Konkrét példának a Call of Duty-t hozták fel, amely már korábban túllépte a 300 millió dolláros határt, a GTA 6 elkészítése pedig valószínűleg 250 millió dollárnál is többe fog fájni. A CMA megemlít egy különösen drága játékot is, amelyet egy nagy stúdió készít egy jól ismert franchise-hoz. Sem a csapatot, sem a játékot nem nevezték meg, de a jelentés szerint csak a fejlesztése 660 millió dollárt emészt fel, a marketinges költségei pedig közel 550 milliót, vagyis összességében több mint 1,2 milliárd dollár tapsolnak el rá. Ez jelentős ugrás, mivel 5 évvel ezelőtt egy AAA cím költségvetése átlagosan csak 50-100 millió dollárra rugott. Ennyi volt a Weekly mára, köszönöm a figyelmeteket, de ha már itt vagytok a csatornánkon, akkor nézzétek meg, hogy milyen kütyüket fejleszt a Sony a PS5 Pro mellett, és persze azt a visszatekintő videónkat is, amiben elmeséljük, hogyan indított el az MCU-t a 15 éve bemutatott a Vasember. A jövő héten is a szokott időben érkezünk a Weekly-vel, addig is, sziasztok!